borzasztó egyenlőtlen a javaknak az elosztása, erről írok a könyvben is, hogy körülbelül a javaknak a 20%-a az 80% számára elérhető. Míg a javaknak a 80%-a 20% számára elérhető. És ráadásul ez egyenlőtlen oszlik el. Tehát globálisan ugye azt látjuk, hogy a nyugat, aminek mi is részei vagyunk, már most éppen kifele igyekszünk, benne van a szerencsés 20%-ba. Míg a többiek benne vannak a szerencsétlen 80%-ban. Tehát ha nem tudjuk a globális egyenlőtlenséget menedzselni, akkor akármennyien vagyunk, nagyon nehéz helyzetnek nézünk elébe, és jelenleg ugye úgy látom, hogy ennek a népesség robbanásnak a javát Afrika produkálja.